Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videóban az én diós és mákos bagli receptemet szeretném nektek megmutatni. Idén kísérleteztem ki ezt a változatot, amit viszonylag gyorsan, könnyen és egyszerűen össze lehet rakni, úgyhogy bízom benne, nektek is tetszeni fog ez a variáció. Alapvetően nálunk minden évben karácsony környékén el szokott készülni ez a tradicionális változat, viszont eddig mindig egy kis problémát jelentett az a folyamat, amikor is a hűtőbe vagy pedig hideg kamrába kell bepakolni a beiglit, úgyhogy szerettem volna egy olyan variációt, amit 2,5-3 óra alatt a töltelék elkészítésétől egészen a beigli kisütéséig el lehet úgymond otthon is könnyedén készíteni, olyanok számára is, mint én, akik mindig hűtőhiányban, illetve kamrahiányban szenvednek. Úgyhogy először is a tésztát állítottam össze, de egyébként a tölteléket is el lehet készíteni elsőre, és akkor több ideje van neki kihűlni. A hűtésre is mutatok majd nektek egy jó kis tippet, szerintem így tényleg nagyon egyszerűen elkészíthető. Kimértem a 60 deka lisztet, és ehhez adtam hozzá 60 g-nyi porcukrot, egyszerűen belekeverem a lisztbe, majd pedig egy csipet sóval ellátom a tésztát. Ha megvagyunk a lisztes keverékkel, akkor jöhet a tejszínes rész, ebben fogjuk majd az élesztőt felfuttatni. Egy kicsit meglangyosítom, még véletlenül sem szabad felforralni, vagy túl melegíteni, mert ez akkor képes megölni az élesztőnket, és akkor egy nagyon tömör, ilyen sületlen érzetű tésztát fogunk kapni. Nem sok élesztőt használunk, nagyjából 10-15 g frissen, vagy pedig egy fél tasaknyi, egy kis kanálnyi porélesztőt. Ez a mennyiség bőven elegendő ahhoz, hogy egy kicsit megemelje a tésztánkat, és még omlósabb, még könnyedebb legyen. Úgyhogy itt a kis lángon elkezdtem egy picit két kis kanál cukorral melegíteni a tejszínt, utána pedig félre raktam, hogy tényleg ne legyen túl forró, és utána raktam csak bele az élesztőt. A liszthez hozzá fogjuk rakni a vajat, ez 150 g puha vaj. Nem olvasztott, nem hűtőhideg, néhány órán keresztül itt a pulton hagytam felmelegedni. Ahogy említettem, ezt a receptet több héten át kísérletezgettem ki, és azt vettem észre, hogy ezzel a puha vajjal a legegyszerűbb elkészíteni ezt a variációt. Nem kell igazából túl sokat gondolni róla, ebben a tésztában tökéletesen működik. Tudom, hogy vannak olyan vajas tészták, ahol teljesen hideg liszttel, eszközzel, kézzel és vajjal kell dolgozni, de ez nem az a recept. Úgyhogy egyszerűen összemorzsolom a lisztet a vajjal, és félre rakom. Elkészítem ugye a tejszínes élesztős részt, és ezt is hagyom nagyjából majd 8-10 percen keresztül pihenni, és hogy a benne lévő élesztők el tudjanak szépen szaporodni, és könnyebb dolga legyen a tésztánkkal. Kimértem még 60 g tejfölt is. Egyébként zsírosabb joghurtot is lehet nyugodtan használni, hogyha nektek is csak ritkán van esetleg otthon tejföl, az íze egyáltalán nem fog benne észrevehető lenni, úgyhogy ezen nem kell aggódni. Ezután pedig kimértem 3 tojásnak csak is a sárgáját, erre lesz majd szükségünk, de a fehérjére vigyázzatok, hiszen azt majd a kenésnél fogjuk egyébként is használni. A többi mennyiséget pedig félre tudjátok rakni majd mézes kalács írókának, vagy pedig habcsóknak, habkarikának, úgymond az elkészítéséhez, amit szintén majd látni fogtok a csatornán, úgyhogy mindennek meg lesz a helye, és fel fogjuk tudni használni. Szóval kimértem mindent, hogy egyszerű dolgom legyen, egyébként asztali ilyen robotgéppel is össze lehet állítani a tésztát, viszont mivel ez most egy nagyobb mennyiség, nem akartam a KitchenAid-nek a tájában kevergetni, és kézzel is egyszerűen összeállítható az egész, nem is kell túl sokáig gyúrni. Itt láthatjátok, ahogy a már langyos tejszínbe belerakom az élesztőt, itt pedig 10 perc után, hogy egy picit felhabosodott, ugye a benne lévő szénhidrátnak, azaz a cukornak köszönhetően, más egyébként nincs is benne. Itt van a lisztem, aminek a közepébe egy pici mélyedést igazítok, és ide borítom bele magát az élesztős tejszínt, és akkor jöhet ide a tojásoknak a sárgája, illetve jöhet az a kimért 60 g-nyi tejföl is, és egyszerű, gyors mozdulatokkal összeállítom a tésztát,
utána pedig 4-5 percen keresztül átgyúrom az egészet. Ez egy zsírosabb tészta, tehát egyáltalán nem kell alálisztezni, a nyújtásnál is látni fogjátok, hogy nem szakad, nem törik, és a nagy mennyiségű zsiradéknak, ugye, ami a vajban, a tejfölben és a tejszínben van, nagyon könnyű nyújtani, nem tapad oda a felületekhez, és tényleg nagyon jó vele dolgozni, úgyhogy szerintem nektek is tetszeni fog ez a változat. Látható, hogy itt még a kezemhez egy picit ragadt, de utána, hogy az összes lisztet sikerült bedolgoznom, a tál is gyönyörű tiszta marad, és tényleg könnyedén, álomszerűen lehet vele dolgozni. Én kiraktam a munka felületre, ami egyébként természetesen a sütögetések alatt mindig gyönyörűen le van tisztítva, úgyhogy természetesen lehet rajta nyújtani, illetve gyúrni is, ezt látni is fogjátok majd a későbbiekben, de itt talán jobban látjátok az állagát, illetve a szerkezetét, rugalmas, kicsit tömörebb tészta, és egyáltalán sem a kézhez, sem pedig a munkafelülethez nem ragad. Ha jól átgyúrtuk és letelt a 4-5 perc, akkor lefedve fél órán keresztül pihentetjük. Ez az idő bőven elegendő ahhoz, hogy elkészítsük a két különböző tölteléket, és még ahhoz is elegendő lesz, hogy teljesen ki tudjanak hűlni. Először a mákos változatot fogom nektek megmutatni. Kimérek 300 g mákot, amihez 150 g kristálycukrot vagy porcukrot adok. A cukornak a mennyiségét egy kicsit lehet növelni, hogyha ti az édesebb változatot kedvelnétek, illetve a cukor magában a bejgliben, mint egy kötőanyag fog szerepelni, hiszen úgymond sziruppá fog főni, és ez fog abban segíteni, hogy a mákos töltelékünk ne essen szét. Egyébként, hogyha kevesebb cukrot szeretnétek használni, mondjuk 50 g-mal, akkor ezt az 50 g-ot érdemes kekszmorzsával kiváltani, és ez is nagyon jól fogja az egészet összeállítani, de 150 g cukornál én kevesebbet nem raknék bele, mert úgy vettem észre, hogy akkor nagyon morzsálódik, nagyon-nagyon törik. Az ízesítés megint igazából ízlés dolga, hogy ki mivel szereti a mákosat kiegészíteni. Látjátok, hogy egy 2-3 darab biocitromnak a héját reszeltem bele, egy fél kiskanálnyi szegfűszeget szórtam hozzá, illetve majd látni fogjátok, hogy kandírozott gyümölcshéjat is raktam, ami helyett természetesen valamilyen alkoholba vagy pedig langyos vízbe áztatott mazsolát is lehet belehinteni, hogyha ti úgy jobban szeretitek, illetve a fűszereket nyugodtan lehet kombinálni, kiegészíteni, extrákkal ellátni. Én még raktam hozzá egy kevés fahéjat, mert nagyon-nagyon szeretem, illetve akár mézes kalács fűszer keverékkel is ki lehet egészíteni, majd pedig jöhet hozzá a folyadék, ami a mákos esetében nagyjából 2,5 deci tejet jelent, de azt vettem észre, hogy több helyről származó mákkal is készítettem a bejlit, és nem mindegyik változat vette fel ugyanazt a tejet, úgyhogy első körben kezdjétek mondjuk 2,5 decivel, és hogyha úgy látjátok, hogy nagyon-nagyon száraz, mint mondjuk itt a videóban, akkor még el lehet látni 50, esetleg 80 milli tejjel, és akkor látni fogjátok, hogy az állaga már egy kicsit kenhetőbb, kicsit nedvesebb. Ezt az elkészített keveréket a tűzhelyen fogjuk úgymond felfőzni, hogy egy kicsit a benne lévő cukor szépen fel tudjon olvadni, és a benne lévő ízesítő anyagok is jól el tudjanak vegyülni. Vannak, akik egyébként magát, a tejet a cukorral, a fűszerekkel külön felforralják, és utána a mákot a kekszel, illetve a benne lévő ilyen citrusokkal leforrázzák. Szóval, hogyha kikevertük a töltelékünket, amit elláttunk minden földi jóval, akkor közepes alacsony lángon folyamatos kevergetéssel nagyjából 3-4 perc alatt úgymond felfőzzük, mivel ez egy sűrű massza, ezért figyelni kell arra, hogy se a mák, sem pedig a cukor ne égjen meg benne, és látni fogjátok, hogy az állaga kicsit megváltozik, kicsit tömörebb lesz, és miután kihűlt, a benne lévő cukor miatt is egy kicsit összébb fog állni, tehát azért csak 150 g
cukor van benne, ami mondhatni ilyen sziruppá olvad, és nem fog szétesni a töltelékünk. Egyébként, hogyha túl nedvesre készítenétek, akkor az extra nedvesség gőzzé alakul a bejgliben, és emiatt szét tud repedni a bejglink, úgyhogy majd erre is próbálok nektek egy tippet adni, hogy ha esetleg valaki aggódna amiatt, hogy kireped a bejglie, akkor hát, ha ezekkel a tippekkel esetleg meg tudja ezt előzni, úgyhogy az első szempont az, hogy ne készítsünk túl nedves tölteléket, mert a gőz bizony, ahogy távozni próbál, a feltekert bejglinkből szét tudja repeszteni annak az oldalát, és itt láthatjátok azt a kis tippet, aminek köszönhetően nagyjából 10-15 perc alatt nagyon könnyedén ki lehet hűteni magát a tölteléket. A tányért a hűtőből vettem ki, és nagyon vékonyan, kevesebb mint 1 centi vastagon elterítettem rajta a tölteléket, és kiraktam az ablakunk alá, ahová kinyitottam úgymond az ablakot, és be tudott áradni a hideg levegő, de egyébként, hogyha nem rakjátok ablak közelébe, hideg helyre, akkor is nagyjából 15-20 perc alatt ebben a hideg tányérban vékonyan szétkenve nagyon könnyedén ki fog hűlni, mivel nagyobb felületén tud úgymond a gőz távozni, és nem is fettem le. Ezután pedig jöhet a diós tölteléknek az elkészítése, amihez szintén 300 g diót mértem ki, és ezt le is aprítottam, ledaráltam a kis konyhai ketyerémmel. Ehhez szintén 150 g cukrot fogunk hozzáadni, és hogy még sejmesebb, egyneműbb legyen az állaga, ezért a cukorral együtt még egyet-kettőt daráltam rajta, segít egyébként, hogy ne váljon ki az olaj a dióból, és akkor ne álljon össze egy masszává, úgyhogy ha nem darál diót vesztek, hanem hozzám hasonlóan egész dióval dolgoznátok, akkor esetleg ez egy jó tipp lehet, hogyha azt veszitek észre, hogy a gépetekben alul összeállt egy kicsit dió, rakjátok hozzá a kristálycukrot, és tökéletesen el lehet végezni. Ennek az ízesítése nálam egy kis kanálfahéjból, illetve mézes kalács fűszer keverékből állt. Azt vettem észre, hogy a diós töltelékhez ez fantasztikusan illik, úgyhogy nyugodtan rakjatok bele egy-két kis kanállal, nagyon-nagyon jól illik hozzá, illetve én a diósat mindig narancssal szoktam ízesíteni. A Lidlben, illetve az Aldiban is lehet olyan narancsot venni, ami bio, kezeletlen héjú, azaz tökéletes arra, hogy süteményekbe felhasználjuk, illetve akár kandírozott narancs héjhoz is, amiről szintén fogtok a csatornán látni egy receptet, ami nekem nagyon-nagyon bevált, és nagyon szeretem úgy az ott látható módszerrel majd elkészíteni. A dióshoz egyébként csak egy deci, azaz 100 ml-t kell adni, mert látni is fogjátok, hogy sokkal hígabb állaga van ilyenkor, amikor felrakjuk 4-5 percre úgymond főni, úgyhogy nehogy véletlenül többet rakjatok, mert akkor nagyon híg lesz, és ott lehet, hogy ki is repedne úgymond a bejglitek. Én ehhez a változathoz kandírozott narancsot raktam, még a mákoshoz kandírozott citromot, és nagyon szép a vágási felülete, miután kihűltek a bejglik, és egyébként én már készítettem úgy is, hogy mazsolával, aszaltszilvával, mindenféle fűszerekkel, de úgy érzem, hogy nekem ez a citromos mákos és a narancsos diós az, ami a legjobban tetszik, úgyhogy ezt is szépen kikentem a tányérra, kiraktam az ablakba, és hagytam kihűlni. Itt pedig a 30-40 percet pihent tésztát láthatjátok, minimálisan elkezdett úgymond megkelni, de mivel kevés élesztő van benne, így egyáltalán nem kell arra számítanunk, hogy akár 10-20%-ot is növekedne a tésztánk, majd pedig tökéletesen elfeleztem a tésztámat, és mivel említettem nektek, hogy ebből két darab születik, egy diós és egy mákos, így tökéletesen fel fogjuk tudni használni a tölteléket is, illetve magát a tésztát is, és nem kell sem lisztezni, sem olajozni, sem porcukrozni a felületét, mert ahogy említettem, ez egy nagyon zsíros tészta, aminek köszönhetően omlós és sokáig élvezetes marad a tésztája, illetve a benne lévő töltelék sem száraz, így ahogy folyamatában én ezzel kísérleteztem, azt vettem észre, hogy
ez tényleg egy nagyon jó változat, úgyhogy tudom nektek tényleg javasolni, könnyű vele dolgozni, miután kisült, utána is nagyon sokáig finom, úgyhogy igazából túl sok panaszom egyáltalán nincs rá, és ahogy látni fogjátok a videóban is, hogyha jól dolgoztunk, és tényleg viszonylag egy kicsit szárazabb a töltelékünk, tehát nem tocsog a nedvességben, jól kiukaszgatjuk majd a sütés előtti beiglinket, akkor még ki sem fog repedni. Én igyekeztem azért egy ilyen nagyobb téglalapot nyújtani belőle, nagyjából 4-5 mm vastagságúra. Igyekezzünk, hogy minden részén hasonló vastag legyen a tészta, hogy egységes legyen a beiglinknek a formája, majd pedig egy ilyen kis spatli segítségével el lehet a tölteléket nagyjából egyenletesen igazítani, és én a két oldalát így felszoktam hajtani, hogy ez legyen a beiglingnek a vége, de úgy szoktam felhajtani, hogy azért ide is jusson már, hogy ne egy üres tészta csücsök legyen, amit senki nem szeret megenni, úgyhogy én a mákot majdnem a széléig ki szoktam húzni, és látjátok, hogy felül is van töltelék, és egyszerűen a kezemmel óvatosan megindítom ezt a feltekerési módszert, a végére viszont nem rakok, hiszen akkor nem tudnám lezárni a beiglimet, nagyjából 1,5-2 centit üresen hagyok, ezen a felületen fog tudni a beiglink összeragadni, és akkor ez lesz a beiglinek az alja, de tökéletes így egyébként, mert nem nyílik szét, nem szabad túlszorosan tekerni, mert az is okozhatja a kirepedést, úgyhogy csak lazán, egyszerűen nem kell túl nagy gondot fordítani rá, feltekerjük és rakhatjuk is át a tepsire. Most pedig elkészítem a diós változatot is, hasonlóan az előzőhöz, nem kell lisztezni, nem kell zsírozni, egyszerűen megpróbálok egy nagyjából egyenletes téglalapot egyenletes vastagsággal kialakítani, és a tölteléket szintén egy spatula, spatli segítségével eligazgatom a tetején, a két oldalát behajtom, fentről lefelé szép, laza mozdulatokkal feltekerem, az alsó részt ugye szabadon hagyom, és nem szabad túlszorosan tekerni. Láthatjátok, hogy a diós töltelék, illetve a mákos töltelék is ezzel a spatli segítségével nagyon jól eldolgozható, kellemes, jól kenhető állag van, egyáltalán nem száraz, de nem is tocsogós nedves. Most jön a beiglingnek a kenése. Ez az a lépés, amitől úgymond márványos lesz a beiglingnek a teteje. Hogyha nem tudtátok, hogy mitől lesz márványos, akkor gyorsan elmondom nektek. Először is a tésztát lekenjük tojás sárgájával, de minden részét, alul is, oldalt is, a kis csigás, tekervényes kis részébe is jusson. Szóval egy darab tojás sárgája minimum kell ahhoz, hogy ezt a kettőt le tudjuk kenni, de még jobb, hogyha esetleg egy picivel több van, vagy hogyha esetleg egy gigantikus nagy tojássárgát tudtok szerezni, akkor azzal tényleg nagyon alaposan körbe lehet kenegetni, akkor lesz gyönyörű, tényleg mindenhol egységes színe. Ezután pedig a lekent beigliket berakom a sütőbe 30 fokra légkeveréses fokozatra. Mondhatjátok, hogy nektek ilyenetek nincs, akkor sem kell aggódni, akkor egyszerűen hagyjátok a levegőn, és hagyjátok azt, hogy megszáradjon rajta a tojás sárgája, mert azt szeretnénk, hogy miközben ez lassan kell, ez majd szépen szét tudjon rajta repetezni, és ebből úgymond meg fogjuk kapni a gyönyörű márványos mintát, úgyhogy én egyszerűen beraktam 30 fokra, nagyjából fél óra alatt teljesen szárazra megszáradt rajta a tojás sárgája, és ezután jöhet a tojás fehérjével való lekenés, szintén minden egyes részét, a kis csigás vonalait, oldalt is, alul is, mindenhová, ahová csak el tudunk az ecsettel jutni, lekenjük, és ettől pedig fantasztikusan, gyönyörűen fényes lesz maga a beigli, úgyhogy szintén egy darab tojásnak a fehérjét rákenegettem, és ezután már nem kell pihentetni, nem kell sehová rakni, hanem be kell rakni a sütőbe nagyjából 180 fokra, nem kell légkeveréses fokozatot használni, hanem csak egyszerűen alsó-felső sütésre fogjuk berakni,
rakni 30-35 perc vagy 40 percre, attól függően kinek milyen erős a sütője. Itt láthattok egy újabb tippet, ami arra való, hogy a töltelékben lévő nedvesség gőzformájában könnyedén tudjon a beigliből távozni. Érdemes nem elaprózni, tényleg egészen a beigli aljáig ezt a pálcát átnyomni. Ez egy hurka pálca, ilyen saslik pálca sütéshez lehet használni, és én a vastagabb felével, tehát nem a hegyes felével, jó alaposan oldalt is, illetve a tetején is egészen a tepsi aljáig átnyomtam, és mivel 3-4 lesütöttem ezt a beiglit, és egyszer sem repett ki, így azt tudom nektek mondani, hogy ez is sokat segített rajta. Itt pedig a már kihűlt beiglit láthatjátok, nálam 35 percig volt a sütőben, és jó néhány órán keresztül hagytam kihűlni, és egyébként nagyon jól szeletelhető, nem törik, nagyon-nagyon omlós, nagyon-nagyon kellemes illata, íze van, és egész egységes lett a töltelék, illetve a tészta aránya is, és nagyon-nagyon ízlik nekem. Nagyon szeretem a beiglit, és végre egy olyan recept, amihez nem kell hideg helyre raknom, és nem kell egy éjszakán keresztül pihentetnem, és ahogy említettem, nagyon sokszor lesütöttem, úgyhogy ebből a néhány sütésből én azt tudom nektek mondani, hogy tényleg könnyen, egyszerűen összeállítható, az egész folyamat nem túl bonyolult, és hát szerintem a végeredmény magáért beszél, mert nem repet ki, szép, márványos, könnyen elkészíthető, és szerintem az íze is nagyon-nagyon finom. Szóval bízom benne, hogy tetszett nektek az én beigli variációm, és el fogjátok készíteni. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként nálatok a töltelék az hogyan szokott készülni, mit szoktatok belerakni, van-e valami kis egyedi trükkötök. Valószínűleg én még ebben a hónapban ilyen vlogos formában fogok egy töltelék variációt hozni nektek, mégpedig egy gesztenyés beiglivel, ahhoz is ugyanezt a tésztát fogjuk használni, illetve majd még a mákos és diós töltelékre szintén hozok egy kis csavart változatot, szóval, hogyha érdekel benneteket, és szeretnétek a többi süti receptet is látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, esetleg írjatok egy kommentet, nyomjatok egy lájkot, és tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is sziasztok, jó kellemes ünnepi készülődés nektek!